A gondolkodás az emberre jellemző isteni képesség. Csak ez a fentről kapott képesség és ennek elsajátítása segíthet az állati szintnél magasabb szintre jutni. Enélkül mindig az állattal maradsz egyenlő. Ne félj az ellenkezőjét mondani. Soha ne azt mondd, amit várnak tőled, mert nem téged akarnak hallani, hanem az egyetértésedet a hallottakkal. Senki nem kéri tőled, hogy ingyen dolgozz. A negativitással és káosszal való harc után fel kell tölteni az energiakészleteidet. Nem is a fizetőeszköz a lényeg, hanem hogy kitől és miért fogadod el. Egy életért küzdő harc jutalmat érdemel, de ne a jutalomért harcolj. Hogyan élj? Élj úgy, mintha nem lenne számodra holnap. Akkor sok minden belefér majd az idődbe, hiszen örökké élsz. Aki uralkodik az energián, az sem alkoholt fogyasztani, sem dohányozni nem fog, mert a teste nem engedi. Ezért külső segítség nélkül is meg tudsz szabadulni ezektől a káros szokásoktól. Hogyan pihenj? Az alvás a kimerült készletek feltöltése. Figyelj oda rá, és szánj rá időt kétszer. Az alvást hálád jeléül a következőknek szánd. A napnak, Yang férfi minőség, nappal 13 és 15 óra között. A holdnak, Yin női minőség, éjjel. Az utolsó fénysugárral takarózz be, az elsővel mosakodj meg. Engedd, hogy az ember elmondja, amit szeretne, akkor is, ha már tudod, mit fog mondani. Kimondott szavaival lelke megkönnyebbül, ez már maga a gyógyulás. Emlékezz vissza a neked elmondottakra. A hozzád forduló történetét gondolatban játszd újra, alkos gondolatképeket. Hadd éledjenek fel benned, beszéljenek, sok mindent megértesz majd. Tanulj meg meglepetést okozni. Így a hozzád segítségért forduló hite megtízszereződik, és a gyógyító hatásod százszor erősebbé válik, hiszen az érzékelés titka a meggyőződés. Ne hagyd nyugtat a hozzád fordulónak, ne hagyd, hogy lustálkodjon. Tudd, hogy nem tartozol neki semmivel. Ő maga tartozik magának, mert ő fordult te hozzád, és bármit tanácsolsz is neki, a tanácsodat megfogadnia neki kell. Ezért vedd rá, hogy dolgozzon magán és önmaga helyreállításán. Ha erre nem hajlandó, ne foglalkozz vele, mert nem áll még készen a gyógyulásra. Nem az a lényeg, hogy más bajával vesződj, miközben a saját energiádat használod el, hanem az, hogy hatásodra erőket szabadíts fel abban, aki káosz betegség áldozata és rabja. A feladatod az, hogy meglökd a követ. Tovább majd magától gurul, hiszen mindannyiunkban egy öngyógyító rejlik. Tanuld meg kinyújtani a kezed. Amint lábra áll, kézbe veszi a dolgokat, meggyógyítja a testet, amiben él. Ez így van rendjén. Hadd érezze úgy az ember, hogy nem te segítettél neki. Hadd higgye azt, hogy ő maga gyűrte le a betegségét. Ez volt mindig is a célod. Hála neked, elérted, hogy az ember higgyen önmagában. Te vagy a magasabb szint. Amikor a hozzád segítségért forduló, abban a hitben megy el, hogy magától lett úrrá szenvedésein, önmagában való hitet adtál neki. A hitet gyógyulást hoz majd neki. Tanulj meg megbocsátani. Az ember gyenge, nem mindenki olyan erős, mint te. Ne távolodj el a valóságtól. Nem tettél fogadalmat, és neked sem tett fogadalmat senki. Nem találod meg magad, ha a világtól elvonulsz. Aki a világban él, a világban találja meg önmagát. A társas lét a célod, nem az egyedül lét. Másképp csak azt tudod megosztani, amit tudsz. Adsz, ne sajnálj.
hiszen azzal, hogy adsz, kapsz. Ez a törvény. A természet szereti azokat, akik adnak, és bőkezően megajándékozza őket. Ha nem osztozol, a saját energiát emészt majd fel. Itt nem a pénzről van szó. Értsd meg! Ezek a mesterek tanácsai azoknak, akik az útra lépnek.